tavaly, amikor úgy volt, hogy vége lesz a világnak, akkor tartottál egy nagyon izgalmas előadást a világ vége kapcsán, illetve hogy a világ vége az bekövetkezik-e vagy sem. És most januárban ismét, ha jól hallottam, akkor szándékod van egy újabb izgalmas előadást tartani. Miről is van itt szó? Jártas az asztrológiában, hogy egy olyan időminőség van, olyan konstellációk vannak, amik több bekezdésben újra aktiválódnak, hát te magad is tudod, hogy legalább 2017-ig zsinórban, de hát más konstellációkkal kiegészítve. Tulajdonképpen szeretném folytatni, amit akkor elkezdtem. Egy publikus, közérthető előadást arról, hogy először is a legkisebb mikrokozmoszban, az önmagunkkal való viszonyunkban ez az időminőség mit hoz, egészen pontosan mit tesz aktuálissá, mire tanít, tehát ön és sorsismereti szempontból hogyan használhatjuk. Utána a következő az emberi kapcsolatainkban, ugye egyik irányban a párkapcsolatban, családban, házasságban, másik irányban, ugye az egyikből a társadalom alapegysége képződik a család, a másik pedig a barátságok, ugye a szellemi szeretet alapú kapcsolatok. Tehát, hogy mik az időszerűségek az egymással való viszonyunkban. Természetesen a társadalmi mozgásokról is lesz szó, és az embernek az élő környezetével való kapcsolatáról. Tehát itt nyilván érintünk gazdasági, politikai, ökológiai, társadalmi kérdéseket, de nyilvánvalóan nem világi attitűddel. Tehát nem ideológiák, eszmék mentén, hanem csoportdinamikai, csoportlélektani, adott esetben néplélektani, hiszen itt az ország horoszkópról is szó esik, illetve picikét a magyar archetipusról, karakterről is, hangsúlyozom spirituális értelemben. Ez egyfajta fölkészítés a következő időkre, megint egy újabb bekezdés, ami előttünk áll, nem az, hogy mi lesz, hanem hogy hogyan válhatok sorsok kovácsaivá, hogyan kerülhetek szinkronba az időminőség időszerű tanításával. És még egyszer mondom ezt, nagyon egyszerűen megfogalmazva, praktikusan lebontva a hétköznapokra, a hétköznapi életvezetésre, természetesen egy kitekintéssel az átfogó folyamatokra. Ez január 17-én este 6:30 lesz a Herman Otto ökológiai általános iskola tornatermében. Ez egy hosszabb előadás. Tehát ugyanott van a helyszín, ahol tavaly ahol is tavaly. Volt. Ez egy 3 órás előadás, de nem kell megijedni, mert egy teaszünettel egybekötve, és azért ennyi, mert a végén lehet kérdezni. Tehát én szeretem, hogyha van egyfajta interaktív jellege egy párbeszéd, és akinek kedve van, motivációja van, még tovább maradhat, ugyanis megint vendégünk lesz egy spirituális dalokat, mantrákat előadó zenekar, akikkel együtt lehet énekelni, mantrázni, akár este 11 óráig is. És ami praktikusan jó hír, hogy a belépőben benne van az egész esti program. Úgyhogy január 17-én este 6:30 mindenkit várok, akit érint és érdekel a téma, olyanokat is, akik az asztrológiában jártasak, akik gyakorolják, de olyanokat is, akik abszolút laikusok és nem értenek hozzá, hisz nem asztrológiai nyelven fogalmazom meg a mondandómat, hanem közérthetően néha természetesen lesz ilyen konkrétan asztrológiai vonatkozás is, de csak kisebb mértékben. Valójában az Uránusz bolygónak és a Plutó bolygónak a konstellációjára hegyezett ki ezt a abszolút, estét. Akik értenek hozzá, így van, ez lesz a tengelyben, és természetesen az egyéb kiegészítő, ennek a formációnak az egyéb kiegészítő konstellációra építem. Például az is egy érdekes, ugye a Szaturnusz Plutónak a recepciós helyzete a Skorpió és a Bak között, tehát ugye ez többször ez a kvadrát ugye beáll, nyilván mindig élesebb időszak, amikor bekerül a kardinális jegyek elején valami, például érzetileg, amikor a Hold belekerül ebbe a T-kvadrátba. Annyit azért mondjunk el a kedves nézők számára, hogy egy olyan bolygóállásnak a visszatéréséről vagy ismétlődéséről beszélünk, amely az 1929 nagy gazdasági világválság idején fennállt, és most is, még 2016-ban is fenn fog állni, tehát hogy azért itt nincs arról szó, hogy már kimentünk volna valamiből, még abszolút benne vagyunk a közepében. És azt gondolom, hogy, és arra szeretném kihegyezni, hogy nem a válság közepében vagyunk, hanem egy gondolkodásmód, szemléletváltás, egy attitűd, egy hozzáállás, egy gondolkodásbeli paradigmaváltás, ami nyilvánvalóan szellemi és személyiségváltozást is igényel. És tulajdonképpen ez egy gyökeres transformáció. Tehát ez lesz valóban a dolognak a veleje. Úgyhogy szeretettel várok mindenkit.
mindenkit. Tehát a kedves vendégeidnek valójában próbálsz egyfajta kulcsot adni ehhez a transformációhoz. Így van, ami, ahogy említetted, egészen sokáig tart, benne vagyunk a közepében. Egyébként a honlapomon is meg lehet nézni az ezzel kapcsolatos információkat, a www.kisjozsefzsolt.hu, tehát kétessel írom a nevem, www.kisjozsefzsolt.hu, január 17 este 6:30 Herman Otto általános iskola. Köszönjük szépen!